Kosztolányi Dezső Szemetes Valamikor kemény és önérzetes ember volt, aki a hústól és büszkeségtől dagadt. Ő helyében sivalkodott a fűrész, mint a kismalac, és a gyalupadjáról, akár a táviratszalagok, hosszú fehér forgácsok gombolyottak. Januárban mikor maga az égbolt is beteg, csupa fekete nyálka és szürke hurut. Öt éves, egyetlen kisfia hirtelen lázat kapott. Mellét apró piros pöttyök lepték el, és meg sem érkezett az orvos a szomszédos faluból, pár óra múlva meghalt. Ez a csapás doronggal verte fejbe, elnémította és megsüketítette. Hónapok múltán is mély, mély csodálkozás fogta el, valahányszor felébredt, hogy mindez megtörténhetett, és a Föld oly keveset változott. Ürességet érzett a fejében és a szívében, maga körül, mintha elvettek volna előle valamit, ami eddig védte, és az egész vad világ a mellére borulta. Azóta egyetlen zavaros álom az élete. Sokat aludt, egészségtelen hosszú álommal, nappal is. Dolgozni nem tudott, monogatta a vállát és ásított. Majd álmatlanság gyötörte, izgatottan járt, kelt, cél nélkül csatangolt, lesoványodott és megöregedett pedig csak akkor múlt el 29 éves. Egy nyári reggelen, idegen városka határán, a temető mellett lévő mezőn találták, amint az erős napfényben aludt. Puha kalapját, hogy ne érje a forróság, a szemére húzta. Kék kabátot, sárga nadrágot és fűzős cipőt viselt, mely után valami mesterlegénynek gondolták. Messziről jöhetett, mint hogy cipője, lisztfehér volt az országút filomporától. Augusztus végén a szomszédos falukból és tanyákról ide özönlöttek a búcsúsok. Lányok és asszonyok, kik fekete éjemruhában ruhában a porban, melyet a nyár utolsó fénye aragyoz, s a templomi zászlók alatt Rész trombiták hangjainál szent énekeket énekelnek egy szentes öregasszony, aki a megyebeli faluból jött, megismerte. Péter, mondta. Ő azonban nem mozdult. Egy fához támaszkodott, és személyre húzta a kalapját. Kis Péter, kiáltott még egyszer a fogatlan öregasszony. Hát, nem ösmersz? Nem ismerem magát, szólt csendesen, és elfordult tőle. Az öreg asszony tovább botorkált a porban, arra gondolt, hogy talán megháborodott szegénynek az elbéje, és három mi atyánkot mondott a lelke üdvösségéért. Péter itt sem találta a helyét. Éde oda lézengett, leszegődött és elmaradt. Dolgozni kezdett, és abba hagyta. Néha épülő házak állványai alatt lehetett látni, amint cigarettázott. Máskor könnyű házi munkákat vállalt, melyeket bármikor abba hagyhatott. Felásta a kerteket, piszkafákat hegyezett és madárjesztőket állított fel, ma miért ebédet és vacsorát kapott. Szürettáján hordókat szállított zörgő paraszt szekéred. De sehol sem volt maradása bántotta a fény és a lárba. Különösen a gyermekek, kik vadul és szemtelenül ordítottak. Milyenkor elfordította a fejét, komoran tovább ment. beült egy korcsmába. Akkor aztán hetekig lógatta a fejét egy vörös abrosz mellett. Csöndes korhely volt, ki nem sok vizet zavart. De egyszer hajnal felé több pálinkát ivott a szokottnál, és a számláját nem tudta kifizetni. A kocsmáros, aki maga is részeg volt, össze-vissza verte, galléron ragadta, és legurította a korcsma lépcsőjéről a hóba. Feltápászkodott, letörölte magáról a havat és a sarat, eloldalgott szó nélkül égett mind a két arc. Úgy emlékezett, hogy arcul is ütötték. Nem törődött vele, mint hogy már semmire sem becsülte magát. Nyelte a keserűséget és a szégyent. Voltak pillanatok, amikor világosan látta a helyzetét, és majdnem elégedetten gondolt arra, hogy semmit sem veszíthet. Olyan mélyre esett, hogy tovább már nem süllyedhet. Reggel kiállt a piacra, hol facérnapszárosak áldogáltak, munkára várva. Valaki azt kérdezte, nem vinne el egy kocsi szemetet? <laughs> Miért ne? Legyintett a kezével, hogy nem bánj. Öreg tapasztal szemetesektől hallotta, hogy legjobb egy erős Virginiára gyújtani, akkor kibírja az ember. De erre sem volt szükség Álta ő enélkül is. Később, amikor már gyakrabban szállított szemetet, és naponta többször fordult a kocsiával, maga is csodálkozott, hogy milyen hamar beletörődött új mesterségébe. Annyi bizonyos, hogy mindjárt érdekelte és vonzotta. Nézte a kezét, melyet elborított aragadós szötyök sokáig le se most. Este pedig kéjelegve gondolt arra, hogy mélyen randamunkát munkát folytat. Többször egymás után hangosan kimondta a foglalkozása durva és parasztos nevét, ami nagyot nevetett. Aztán néha valami halvány reménység is izgatta, hogy a föld alatt, a sok haszontalan limlom között véletlenül valami kincset talál. Egy mindennél nagyobb kincset, mely egyszerre nagyon gazdaggá, hatalmassá, boldoggá teszi, és folytathatja régi életét. Hiszen annyi minden van a föld alatt. Szenvedélyesen ásott, ásott mindig mélyebbre, de nem talált semmit. Csak port és szalmát rozsdás lábasokat, cserepeket és üvegdarabokat, összegubancolt hajat és rothadó cipőket, olyan holmikat, amelyeknek már az értelmét sem tudta. Hogy a gödör fenekéhez közeledett, elfogta a szívdobogás. Türelmetlenül kíváncsian és lázasan lapátolt. Várt valamire, maga sem tudta, hogy mire. Egyszer a lapátja egy kemény tárgyba ütközött, valami bládát talált. Kinyitotta a fedelét, de belül üres volt. A gödörfenekén rendesen pihenőt tartott. Leült a földre, melyet előbb lesöpört éles nyírfa seprőjével, és az szerint, hogy tél volt, vagy nyár, melegedett, vagy hűsölt, mert a szemét gödör olyan, mint a paraszt subott. Télen meleg, nyáron hideg. Zöld legyek cikáztak a homályban, messze fölött lármázott az élet. Egyedül volt a föld alatt. Péterke gondolta egyszer, ő is ilyen mélyen lehet, és az ő kis szája, az ő fekete, Kedves szeme és áldott két keze is szemét már. A mosolya is szemét. Olykor találkozott faluja asszonyokkal, de ezek már nem ismerték fel. Nagyon megváltozott. Haja hozzákopott a szemét színéhez, a szeme pedig, talán a sok fürkésző kutatástól, összezsugorodott, mint a föld alatti állatoké arca elhízott, vastag, húsos és négyszögletes lett, az élet tapasztalat állati kegyetlenségével és bölcs közegyével. A körmei megrepedeztek és elcsempültek, kettő a bal kezé meg is vakult. Az az izgáz a türelmetlenség, mely miatt annyit szenvedett, nem bántotta többé. Nyugodtan dolgozott, és nyugodtan aludt. Kapott valami szürke ruhát is, mely védte a hideg és az eső ellen, és úgy elbújhatott benne, hogy senki sem vette észre. Ha csöngetett a kapukon, kezében egy vasvillával, beengedték, senki sem kérdezett tőle semmit. Soha sem néztek rá. Tudták, hogy ez a szemetes. Időközben mellékfoglalkozása is akadt. Úri házakhoz hívták agyonlőni a veszett kutyákat és a beteg macskákat. Egérfogókat árult és patkány mérget melyet egy bádok dobozban tartott, sok rongyal körül a szemetes kocsi mélyén. Munkós botokkal, horgokkal és kötelekkel leereszkedett a most lékos csatornákba, ahol órákig pészmogott, gyertyákat és gyufákat gyújtott a lucskos sötétben. A gyerekek, kik ős időktől fogva reménytelenül szeretik a piszkot, titkos írétséggel meredtek rá és élvezték a munkáját. Ők mindent látványosságnak tekintenek. Megvannak például győződve, hogy az életek, melyek itt leperegnek, önként vállalt szerepek, és azok, akik sánták, csúnyák és puffadtak, valaha gyerekkorukban csak ugyan sánták, csúnyák és puffadtak akartak lenni. És ma is azért ilyenek, mert ez nekik nagyon tetszik és megfelel. Hát így nézték a szemetest is. Különös vén szemetes lett belőle a foglalkozása minden fortéjával és ijesztő tapasztalatával. Az óra körül volt egy harapás. Azt beszélték, hogy patkány marta meg, és a szemetes pókhálóval kezelte. Katonása ment az utcán, a vállára vetett rozsdás flintával, övén egy szelencével és egy kézilámpával. Később érmeket is lehetett látni a mellén, Két ócska menet, amelyet cukorspágára akasztott. Az egyik valamilyen dalárda a volt, a másikat pedig egy régi tallért a szemétgödörben találta. Mint egy hosszú élet működéséért senki sem tüntette ki, ő tüntette ki önmagát. Szemetes bácsi kiabáltak rá a gyerekek. Honnan jön? Lakodalomból. Felelt rá tréfásan, és kacsintott a hibásba a szemével. Mi volt vacsorára? <laughs> Férek bogár, giliszta. Egy se piszkos, mint tiszta. És mit talált a gödörben? Ó, kincset, kincset. Attila király kincsét. Ha dolgozott, akkor odaálltak a gyerekek, mosdatott, fésült úrfiak, és lekiabáltak hozzá a gödörbe, melyből a feje sem látszott ki. Egymás után hányta kilapátjával a ragadós szemetet, melyet a gyerekek nagy mulatságára lekváros csúszának nevezett. Visongott, sikongot a gyerekkolónia, és izgatta az öreget. Szemetes bácsi? Na, mi az arhogy, virágom Még szaladgálnak a lába körül? Valambocskák! Ha, azok cincognak úgy? Ó, nem cincognak azok, hanem turbékolnak. Na, hát nem fél a férgektől? Isten állatkályi azok is, csak úgy, mint ti. Az öreg, gyönyörűen tudott fütyülni. Vékony, éles fütyeit úgy eregette, teregette, mint a pántlikákat, melyeket összebogozott és kioldott. Csokorra kötött és cifrázott, aztán újra szétbontotta az egészet, hogy a hallgatóknak elállt a szeme szája. Azt mondogatta, hogy ezektől elcsendesülnek a patkányok is, csicsi, a babúja, elalszanak még a férgek is. Tavasszal, mikor az orgonák és galagonyák kihajtanak, és dagadni ez a föld, mint valami áldott tészt, a szemét is kivirágzik. Azt lehet mondani, hogy hízik a szemét. Csupa élet és mozgás, csupa szín és fény. A gödrök, melyek végtelen mélyük befogadták az ősz és tél minden hulladékát, most majdnem kijöntenek, mint a megárat folyók, és feltetszik rajtuk a rothadás szivárvágya. Kövér, füllet illatok lengenek, melyek elfacsarják az orrot. A salétrom mint valami hegyes kutató szinte az agyvelőbe turkál. Péter bácsi órákig motoz a gödörben, és érzi a tavasz vigyorgó útállattal és eszelős kárörömmel látja a tenyészet és enyészet minden förtelmét. Az ezerlábúak, a vízszínű és áttetsző férgek, a kis fekete szemétbogarak, melyek kemények és szívósak, mintha acélból készültek volna. A halál katalinkái szelíten leülnek a kezére, és végig surrannak a kabátja hajtókáján nem hesegeti el őket. Letelepszik a gödör fenekére, és egy hajtásra felhörpinti a pálinkás bugykosát, melytől mind a két szeme szögletén kicsorran a könny, és végig mind a két arcán. Helyében lassan dongani kezd a részegség. Még mindig azt hiszi, hogy nem hiába kotorja körmével a földet. Egyszer rátalál arra, amit keres. Most is lel egy a gyereklabdát. Óvatosan letörli a kobátja szélével, a világért sem vett néfe ki a földre, a többi szemét közé. Az ölébe teszi, símogatja és nézi. Egy öt éves gyerek áll a gödör szélén, bámulja az öreg szemetest, aki ül, ül, semmit se csinál. Szemetes bácsi, kérdezi csodálkozva. Jó ott lenni? Jó, fiam, mondta a szemetes, és is, csemcsegve vissza a könnyeit a pálinkával együtt. Nagyon jó. Te nem is tudod, hogy milyen jó. De ha majd nagy leszel egyszer, talán te is megtudod. A kisgyereket Egészséges pogánykölyök, megvilágítja a tavasz rózsaszín fákjája. Néz a fekete gödörbe, a fekete emberre, kinek fekete a szája is. Nem érti, hogy mit beszél, de ösztönösen megborzog. Tudja, hogy valami feketét mond.